Üdvözlünk a Rich.hu csatornáján! A világon jelenleg több mint 2200 dollár milliárdos él, 10 éve 2008-ban körülbelül fele ennyien voltak. 2018-ban összesen a vagyonuk 9,1 trillió dollárt tett ki, ami elképesztően sok és nagyon gyorsan növekszik, hiszen ez a szám 2017-ben még jóval kevesebb 7,67 trillió dollár volt. A gyors növekedés egyrészt a világgazdaság állapotának köszönhető, ami a 2008-as váltság után stabilizálódni tudott, illetve szerepet játszik a technológia fejlődése és az online vállalkozások nagyon gyors növekedése. A világ milliárdosainak nagyobbik része azonban továbbra is teljesen hagyományos iparágokban keresi a pénzét. Megmutatjuk most azt a 10 területet, ahol a világ majdnem összes dollár milliárdosa jelen van és aktívan vállalkozik. Első, gyártás. Henry Ford T-modellje óta a termékek futószalagos előállítása gyakorlatilag mindenhol megszokottá vált. A vállalkozók vagy saját maguknak, vagy másoknak a vállalkozóként gyártanak termékeket. A piacra belépni nagyon tőkeigényes, és meg kell küzdenünk az Ázsiában adott alacsonyabb árakkal, azonban hogyha megtaláltuk a tökéletes termékpalettát, akkor stabilan működő céget tudunk építeni. Második, sport. A legtöbben nem ebben az iparágban gazdagodnak meg, azonban miután megszerezték az első dollármilliójukat, egy nyugat-európai labdarúgó csapat megvásárlása vagy részesedés szerzés egy amerikai sportcsapatban általában jó befektetésnek bizonyul. A pénzügyi siker azonban itt nem csak a jó üzleti tervtől függ. A játékosok teljesítménye a pályán gyakorlatilag mindenre hatással van, legyen az labdarúgás, kosárlabda vagy éppen hoki. Egy sikeresen szereplő csapat jegybevételek, merchandise termékek és szponzoroktól származó bevételekből tud nyereséges vállalkozást működtetni. Harmadik, egészségügy. A gyógyszeriparra vagy a kórházi berendezések gyártására mindig szükség lesz, méghozzá nagy mennyiségben. Azonban nem titok, hogy valamennyi terméken a kereslet mértéke miatt kiemelkedően nagy a haszonkulcs, és csak ez a szektor 113 dollár milliárdos adott a világnak. Negyedik, energiaszektor. A világ energia szükséglete folyamatos és hatalmas. Nem csoda, hogy a világ legnagyobb cégeinek jelentős része energiavállalat, mint például az ExxonMobil, PetroChina, Royal Dutch Shell vagy a Saudi Aramco. Az iparágban rengeteg pénzt lehet keresni, azonban itt is hatalmas hátránya megfelelő tőke hiánya. 5. Étel és ital. Az energiához hasonlóan a földünknek erre is mindig szüksége lesz. A legtöbb az iparágban működő cég franchise rendszerben működik, aminek köszönhetően sokkal biztonságosabban és gyorsabban tudnak növekedni. A világ legnagyobb étterem és élelmiszerboltláncok tulajdonosai mind ott vannak a világ leggazdagabb embereinek listáján. 6. Média. A világ leggazdagabb emberei között minden évben ott vannak a világ legnagyobb média csoportjainak tulajdonosai, azonban talán nekik kell leginkább izgulniak a jövőjüket illetően. A hírfogyasztás átalakul és egyre olcsóbbá válik tájékoztatni az embereket, ami nem tesz jót a korábbi csatornáknak. A hagyományos tartalomfogyasztási szokások piaci részesedése, mint a tévénézés vagy az újságolvasás, gyakorlatilag mindenhol a világon folyamatosan csökken. A fiatalabbak inkább a YouTube-ot tekintik tévének, aminek a növekedése elképesztően gyors. A nagy média vállalatoknak megfelelő választ kell tudniuk adni majd erre. 7. Divat. A világ 10 leggazdagabb emberek közül ketten is a divatiparban érdekeltek. Ruhára, pénzük egy jelentős részét költik az átlag vásárlók, és a világ minden részén általában abból a néhány márkából választanak, amik közül mindenki más is. Nagyon örülnek ennek a világ leggazdagabb emberei, akik rengeteg pénzt keresnek a divatnak köszönhetően. 8. Ingatlan. Nem tudunk elképzelni olyan időszakot, amikor nem lesznek ingatlan mágnások a dollármilliárdosok között. Lakni, dolgozni, vásárolni mindig kell majd valahol az embereknek, és ezt többnyire ingatlanokban tudják megtenni. 9. Technológia. Jelenleg ez a szektor adja a legtöbb új milliárdost. A világ legnagyobb tech vállalatainak tulajdonosai mind-mind ott sorakoznak a top listán, és töretlenül növelik a vagyonukat minden évben, és minden jel arra mutat, hogy ez a következő néhány évben biztosan nem fog változni. 10. Befektetések. Az egyik legfontosabb terület. Hogyha nem te vezeted a céget, csak tulajdonos vagy, akkor gyakorlatilag bármelyik iparág teljesítményében tudsz profitálni. Az elmúlt 50 évben a világ legnagyobb tőzsdeindexei időnként hullámzással, de folyamatosan növekedtek, ami rengeteg dollármilliárdos termelt a világnak. Köszönjük, hogy végignéztétek a videót. Ha érdekesnek találtátok, kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is, hogy ne maradjatok le a következő videónkról sem. Weboldalunkon a richclub.hu mindig mindenből a legjobbról, vagy éppen a legdrágábbról számolunk be nektek. Köszönjük, hamarosan újra találkozunk!